Start. Start egy újabb izgalmas futamnak tűnik a Francis Diamond Day a mai napon itt a magyar programban. Még úgy is, hogy Ken Touch Lux hibával kezdett. Nagyon jól viszont helyből Petra La Rock, Didi 80. Ők azok, akik próbálnak ott falat fogni. És Sagrado az, aki hibázott. Ken Touch Lux ott van a mezőnyben, sőt, ő is ott volt a falon. Pardon, Diófás az, aki viszont gyorsít Varga Sándorral, és akár a triplázás is meg lehet, miközben egy verseny komoly szituációt belül ketten is hibáznak. Petra La Rock ugrotta el magát, illetve hibázott, és hát Horváth György kezében is hibázó lovat látunk, így aztán kiszálltak a küzdelemből. Diófás az, aki elmegy vezetni, mögötte ott van Ken Touch Lux a külső spúron, illetőleg Dignita, aki nagyon jó startot vett, és az élbolyban a fejben helyezkedik jelen pillanatban, csak úgy, mint Cash Game. Cash Game mellé pedig fölüget Éjjeli Hölgy. Hárman hibáztak egyébként Petra La Rock, Didi 80, illetőleg El Vale Zagrado sokkal korábban. Danny DeVito van a pelotonból egy kicsikét kiszakadva. A vezető ötösbe pedig azt láthatjuk, hogy Éjjeli Hölgy az, aki gyorsít és fölüget a negyedik helyre, gyakorlatilag ott Cash Game-et hagyta éppenséggel el. Diófást, aki két győzelem után fut, e pillanatban elkezdi presszionálni Ken Touch Lux a gyorsabb haladásra, illetőleg ott bent a falon láthatjuk Dignitát versenyezni, majd pedig Éjjeli Hölgy a következő lovunk, akkor, amikor közelítünk az utolsó kanyarra. Folyamatosan gyorsul a tempó, amit Diófás diktál, Ken Touch Lux viszont le tudja ezt reagálni, Dignita, illetőleg Éjjeli Hölgy a sorrend. Jön a verseny utolsó szakasza, és Diófás eddig minden rohamot kivédett. Diófás az élen Varga Sándorral, meg lehet a triplázás, de hárman még komoly támadást indíthatnak majd ellene. Jön Ken Touch Lux, szélárnyékban van Márton Lajos lova, és egészen kívül jön Éjjeli Hölgy. Éjjeli Hölgyet veszi ki Fazekas, és akkor kívülről elindulni látszik. Benne a falon pedig jön Dignita kívül Éjjeli Hölgy, és Éjjeli Hölgy sokkal erősebb, mint Diófás. Éjjeli Hölgy az utolsó 150 méteren egyértelműen a legerősebb, és Éjjeli Hölgy a győztes. Éjjeli Hölgy, Maximus Lindy, Night Lady, 3 éves lánya behúzza ezt a versenyt. Éjjeli Hölgy pályafutása nagy-nagy sikerét aratva. Két start, két győzelem. Meglátjuk majd a folytatást.